Tárogatón megszólaltatott szatmári népdal várta a szemétszedésre érkező önkénteseket. A zenés hangulatcsináló és egy rövid eligazítás után 54-en indultak el az elkerülő út melletti területet megtisztítani. Sörös és üdítős alumíniumdobozok, valamint rengeteg műanyag és papírhulladék került a zsákokba. A szemétszedők között voltak, akik a családjukkal érkeztek. Ez a fiatal nő például a csecsemőkorú gyerekével jött. Most a kisebbik lányommal érkeztem, a nagyobbik a mamával nyaral éppen otthon. Azért jöttünk, mert nekünk bántja a szemünket a szemét, és nagyon jó lenne, hogyha nem mi szednénk mások szemetét, hanem mindenki elgondolkodna azon, hogy el kell-e azt dobni, vagy sem. Több munkahelyi kollektíva is csatlakozott a Földnapja alkalmából szervezett szemétgyűjtéshez. Az egyik közeli üzlet munkatársai például a kocsikból kidobott hulladéktól tisztították meg a füves területet. Mi is csatlakoztunk a Földnapjához, és szedjük a parkolónkba a szemetet, amit most egy kicsit jobban meg lehet csinálni. Úgyhogy ezért csatlakoztunk hozzá. A szemétszedők egészen meglepő dolgokat is találtak, például kidobott mosógépet és ágymatracokat. Ezek mellett összesen 60 zsákot töltöttek meg alig 2 óra alatt. Baltavári István, a program egyik főszervezője azt mondja, a Földnapján világszerte vannak a környezetvédelemmel kapcsolatos programok, ők pedig olyat akartak szervezni, amivel a közvetlen lakókörnyezetük állagát tudják megóvni. Mi a jeges medvékét fel tudunk szólalni, az őserdőért tudunk valamit mondani, hogy de ronda emberek azok, akik ezt kivágják, de igazából itt tudunk tenni, a környezetbe tudunk tenni valamit, és ez egy igazán konkrétum most. A Földnapját Magyarországon 1990 óta tartják meg, hogy így hívják fel a figyelmet az emberiségre jellemző, a földre káros túlfogyasztásra.